Áve emberek, akadásokkal teli jó estét kívánok mindenkinek. Ez az oszmános végjátszás utolsó videója feltételezhetően. Persze, ha nem kerülünk mondjuk valami időhurokba vagy valami egyéb baromságba, akkor nyilván nem ez lesz az utolsó. Perzsák masíroznak Madrid felé, Toledo felé. Na, ja. Ennyit akartam mondani. Térítünk ugye nagy évben. Vagy nagyban térítünk. Még mindig lebög a szemünk előtt az achievement lehetősége, ha bár egyre inkább elhalványul. Sajnos ez egy ilyen dolog. Ez van. Ezt kell szeretni. Nem, mint miért ne szövetkezzünk Kilvába végül is. De legalább ezzel meg vagyunk, Diplomatic Technologic-kal. Na. Az baj, nem fordítottam kellő figyelmet a térítésre a játék során. Egyszer sem. Sajnos. Az én hibám. Nyilván magamat tudom csak okkolni azért, ha nem lesz meg az achievement. De hát ez van. Más nem is tudok okkolni, nem is okkolok mást. Nyilván. Hát az, hogy nem gondoltam, hogy tényleg el kell foglalni az összes... Hogyha nem gondoltam, hogy az összes provinciának... Szunitának kell lennie. Ez elég meglepő volt sajnos számomra. Ez a reveláció úgymond. Még egy esélyem van, hogy gyorsan összeszedem a military power-t, akkor az a feloldódik majd egy policy. Amivel tovább tudom tolni majd a misszionáriusok erejét. De... Ez már nagyon elúszni látszik ez a dolog. Sajnos. Ajaj. 7 éven van. Szerintem nem fogok most már hódító háborúba kezdeni. Tudom, hogy ilyenkor még be tudnék zsebelni egy-két területet, de... De amíg van minimális esély, addig... Addig talán. Jaj, ne! Jaj, ne! Jaj, ne! Jó, ennyi volt ember, akkor hódítunk. Nem lesz meg az achievement, úgyhogy Spanyolország. Valamit akartam mondani. Ja igen, az, hogy fuck you, Spanyolország. Most ideges lettem, az a baj. Jó, nem vagyok ideges, csak... úgyse fog sikerülni az achievement, akkor most mit csináljak? Nem tudok mit tenni, mint háborúzni. Harcolni az elemekkel. Ennyit tudok tenni. Ettől függetlenül persze megtérítgetek ugyanúgy, mint eddig. Ha már elkezdtem, akkor miért ne? Valamit, ja, érdekel az a terület most komolyan. Egyen jobb military
technológiában vannak. Spanyol barátok, ja, ugyanolyan militári technológiában vagyunk, bocsánat. Még ott elég nagy szuplájaik vannak. Mennek ezrével. Ez lehet, hogy ostobaság volt, amit csináltam. Azok még talán odaérnek. De egyáltalán, sőt, nem, biztos nem fognak odaérni. Ó, a francba. Ó, a francba. Az le fog győzni. Nem, értem, jó. Zsír. Akkor semmi probléma. Visszafoglaltuk, menjünk rá Rossellonra, vagy Rossellon, nem tudom, hogy spanyolok hogy ejtik. Mondjuk ez a, az, hogy csekkolom, hogy melyik tartományban van religious zeal, és melyiket még nem tudom áttéríteni, az lehet, hogy sokat segített volna. Már az előző videó végén is, és nem kezdek itt őrült módjára téríteni, meg bepánikolni, de hát Istenem, jobb később, mint soha. Azt hiszem. Már minden mindegy. Ajajajaj, gyorsan távolnokat jelölni. Az úgy, jó. Két hadsereggel talán elintézzük őket. De egyáltalán nem biztos. Jó, megnyertük. Érünk tovább. Osztrákok hova masíroznak, meg a portugálok ilyen nagy hévvel? Joloffal és Dániával háborúznak. Csodálom, hogy a dánok nem vívtak be. Be tudtak volna pedig szerintem. Az is lehet, hogy csatlakoztam is volna. Na de mindegy, ezeken már kár örlődnie bárkinek is. Svédek? Ó, nem láttam, hogy ők is benn vannak a buliban. Jó van, mindegy. Én tartom Madridot, ugye az imperializmusnak az a lényege. Több innentől nem számít. Nem is érdekel. Hogy mit csinálnak ott messze éjszakon. Ott viszont vesztésre állok, meg megbújtattak a sarokba egy nagy hadsereget. Remélem megérte spanyolok. Jó. Stackwipe-oltuk az egészet. Jó, hogy van. Jó. Kérem a tengerpartot. Egy Cadizt is elviszem. Csak azért is. Jó. Spanyolokat teljesen sikerült kiszorítani a földközi tengerre.
Remek. Totál megérte. Hát akkor a spanyolokkal valószínűleg ez volt az utolsó háború, úgyhogy fel is sorakozunk Portugália ellen, megpróbáljuk még őket is szájborúgni egyszer. Mondjuk akkor lehet, hogy nem oda kéne sorakozni. Ők kikkel szövetségesek amúgy. Lovagok, pápai állam, Anjuk, Taxklala, Tlaxala, tök mindegy, Taxkala. Mondja ki, akinek két anyja van. Én biztos nem fogom. Legyél te. Mondjuk te, Diplo Reputation-es csávó. Egy hadsereget azért, nem tudom. Betoborzok párat. Egyet, kettőt minimum. Timbuktut áttérítettük. Ez nem kell. Ezt kicserélem egy Missionary Strength-esre erre. Ja. És 11,5%. Hát, de most már mindegy, ugye. Fél millió ember. Talán megteszi. Azért egész annyira sikerült feltornászni ezt a birodalmat. Nekem tetszik. Ó, Delhit is meg tudom majd még egyszer támadni. Az jó. Akkor megfogom őket is majd. Az biztos. Miért gyülekezik 100 000 ember egy ilyen kis imnyom területen, ha szabad kérdeznem? Megint elfelejtettem a spanyoloktól kierőszakolni az átjárást. Na mindegy. Őket ide viszem. Van egy Urbino, vagy ilyen Urbino, ami ugye... És beívnak háborúzni! Ezek a szemét állat brandenburgiak. Nem fogadom el, leszarom. És nem tudom, egyedül intézek mindent. Ausztria ellen képesek voltam még beívni gyorsan háborúzni, amikor éppen el akartam menni az utolsó észak-afrikai területeiket is a portugáloknak. Úgy félreértés ne essék, el fogom venni. Rohadtul el fogom venni. Meg fog kicseszni velem ez a játék. Na gyerünk. Ennyi ember talán elég oda. Most ezt a kánót szerintem rohadt gyorsan ki fogják szedni, akiket én itt behívtam. Pápai állam. Basszus, tényleg én itt határos vagyok a pápai állammal. Akkor oda küldök pár ezer embert. Rohadt életbe elfelejtettem. Oh, hello. Portugálok.
Szerintem nekik jobb a hadseregük, amúgy portugáloknak jelenleg. Most egy kis időt elszórakoztam itt vagy pár military power-t elszórakoztam az izék miatt. Az institutionok miatt. Jó, titeket is küldelek oda. Lehet, hogy nem nagyon kéne messzire menni innen, mert lehet, hogy megpróbálják majd visszafoglalni Urbinót a pápai államnak. És közben Delhit is meg kéne még támadni. Aj, bengák, nagyon jó. Így van, megtámadom őket. Itt is olyan rohadt nagy portugál sereg, mit akarnak ezek itt ilyen messzire? Ennyi portugál. És indulok Delhit ostromolni. Egyáltalán most mi a pápai állam? Aha, Gabu. Gabu a pápai állam fővárosa. Lisszabonra ráküldök két hadsereget is. Gyorsan el kell foglalni. Ez miért nem megy oda? Ez fogyatékos. Mindegy. A Delhi a miénk, az a lényeg. Többi nem érdekel. Lahore is a miénk. Wow, rám lázadtak. Hihetetlen. Talán rám lázadnak. Úgy Delhi csak azért támadtam meg, hogy ne legyen ilyen undorító a birodalmam keleti része. Semmi másért. Semmi más célom nem volt ezzel a művelettel. Ahogy az már Delhi. Megvárjuk. Meg lesz az még. Na, végre megvan Lisszabon. Pápai állam fővárosára is rámegyünk. Közben ezek elfoglalták Zemplént, rohadtul nem érdekel, viszont veszélyesen közel kerültek Konstantinápolyhoz. Fejleszteni kellett volna azokat az erődöket a főváros környékén, mert egyenesen oda tartanak. Nekem meg nincs a közelben hadseregem. Sajnos. Ezek még mindig nem gondolták meg magukat. Ajaj, az utolsó évben. Utolsó évben kerültünk. Ja nem, egy még van, 20 még ott van. Ja Isten. Dobjál egy Osmant légy szíves, nekem kéne beírni. Jó, akkor ne. Osman. Jó, nem kezdték el Konstantinápolyt ostromolni, az egy jó hír. Az egy nagyon jó hír.
láttad, hogy én akkor elfoglalok még több területet. De hitől, amíg meg nem gondolják magukat. Még mindig nem. Portugália, mikor lettek hajlandóak megszabadulni ezektől a területektől, hány pontnál? 54-nél. Szomorú vagyok, de mivel most bukott be a pápai állam, fővárosa gondolom, most már kicsit engedékenyebbek vagytok, így is van. De Urbinót még mindig nem tudjuk hozzácsapni az alkuhoz, mondjuk arról le tudok mondani. Hát az nem zavar, ha nem lesz meg. Az annyira nem fog érdekelni. Hát csak azért is el akarom ezeket foglalni, mert rohadtul ugyanolyan a színe, mint az én országomnak. Elfoglalták a Avignont. Jó, akkor nem kell Delhi, de akkor ezt a kettőt, a kurva anyátokat. Jó, tök mindegy, már is sokkal szebb lesz az országom. Jó, ezzel akkor itt azt hiszem keleten befejezettek a hódítási terveim. Más nem érdekel innen. Ja, leszarom, hogy ezek itt mit csinálnak. Még sem nagyon érdekelt. Még már lovban vannak a portugálok. Mindig nem hajlandóak megegyezni ebben a békében. Pedig higgyétek el, portugálok hat jó lenne. Ez szerintem király lenne, ha meg tudnánk egyezni. Közben pápistáknál itt ilyen revolucionista erők gyülekeznek. Ja, elvesztettem Roussillon, nagyon jó. Jó, és hogyha lemondok Urbinóról, akkor viszont megkapok még egy pár területet innen, nem. Ami elég kiábrándító. Na, így viszont igen. Ezt már csak abszolút az esztétika miatt csinálom. Na, jó van, kössünk békét aztán. Aha, ezért csináltam, hogy megkaptam most ezt a sivatagos részt is. Így egy nagyon-nagyon-nagyon nagy birodalmam lett. Polofiek gondolom ki tudtak volna hozni ennél többet is, de hát én nem vagyok profi. Tőlem ennyi telett. Hoppá, lett egy köpni overextension. Upika. Ups. De talán nem gáz. Mert a... Ja. Az unrest az ő mindig rohadt nagy. Vagy rohadt alacsony. Most már csak az a kérdés, hogy meg lesz-e az összes kórodás a játék végéig. Más kérdés engem nem izgat. Még annyit csinálhatok, hogy... Bár szerintem így is nekem a legnagyobb hadseregem a földön, de azért még egy kettőt betoborzok azért csak ugye a biztonság kedvéért. Miért ne alapon?
Esélytelen lett volna emberek megcsinálni ezt az achievementet, onnan ez sokkal előbb kellett volna elkezdenem téríteni, nagyon későn jutott eszembe. Na mindegy, talán majd, hogy magamnak megcsinálom. Talán. Egyik nap. Na, hát akkor itt is a vége, emberek, legnagyobb hadsereg, harmadik legnagyobb flotta, legtöbb provincia, legnagyobb provincia érték, legnagyobb bevétel és második legnagyobb kereskedelmi bevétel. Kíváncsi lennék ki volt a legnagyobb. Na mindegy. Ja. Murád szultán uralkodott a legtovább. 103 győzelmes háborút vívtunk, egyet sem vesztettünk el. 5600 ellenséges katonát öltünk meg évente átlagosan, mi pedig 1300-at vesztettünk. Évente átlagosan, ez messze a legjobb arány eddig. 30 népet tüntettünk el a föld színéről, 619 provinciát annektáltunk. Egyet sem vesztettünk el, 118 katonai líderünk volt. Legjobb tábornokom egy 5-6-3-1-es volt, hát nem a legjobb mondjuk, ami eddig életemben volt. Kairó volt a legnagyobb 38-as developmentű terület. Egy disasterünk se volt, de ezt majd még úgyis lehet látni majd a videóban. A végén. Vagy a timelapse végén. Na emberek, én köszöntem a figyelmet. És azt is köszönöm annak is, aki itt maradt végig, és végig szenvedte ezt a végigjátszást. Én remekül szórakoztam, megmondom őszintén. Nem gondoltam volna, hogy ennyire fun lesz Ottomának, biztos vagyok benne, hogy megyek még velük. Már csak amiatt a nyomorult achievementért is, amit nem sikerült megszerezni. Ja, még egyszer köszönöm a figyelmet, és találkozunk legközelebb a Victoria 2, és szintén Ottomának kell fogunk menni. Ja, sziasztok!